Gépek zajától hangos egy akácos erdő terület nagyszállás közelében. Bár az itt kitermelt fák már nem kerülnek bele a szociális tűzifa programba, az elmúlt hónapokban megszámlálhatatlan vágásérett akác, tölgy vagy kűr is jelentette a fűteni valót a rászorulóknak. Idén országosan 5 milliárd forint támogatáshoz jutottak a települések, hogy szociális célra fát vásároljanak. A Nyírerdő ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében csaknem 45 ezer köbméter faanyagot bocsátott erre a célra. 139 önkormányzatottal kapcsolatban itt a megyében, és egy szűk 40 önkormányzattal a Hajdú-Bihar megyében. A nagyon nagy mennyiség ellenére úgy gondolom, hogy időben hozzájutott mindenki ehhez a tűzifához. Időjárás nem annyira nehezítette meg a feladatainkat, mint esetleg korábbi években, illetve a társaság jó időben előkészült ehhez a programhoz, hiszen tudtuk, hogy várható, mint az elmúlt években szinte mindig. De így is volt olyan önkormányzat, aki január végén kapta meg a szükséges tűzifát. Nyilván, amikor már hideg van és nagyon várják a fát, akkor egy picit türelmetlenebbek az emberek, de megértést és türelmet kértünk mindenkitől. Idén ráadásul a szokottnál nagyobb volt az igény a Baktalórendházi járásból és a Szatmári térségből is. A Nyírerdő ZRT ezekre a helyekre saját költségen vállalta a fák fuvarozását. Bár a szociális tűzifa program véget ért, a vágási munkálatok még csak nem 3 hétig tartanak. Ilyenkor könnyebb elvégezni a fakitermelést, illetve időbeli korlátozások miatt is csak most tudunk fát vágni. Itt nagyszállás mellett egy akácos véghasználati területünk van, ahol fakitermelést végzünk. Itt ez a tűzifa már nem a szociális tűzifát fogja szolgálni, ez más célra fog értékesülni. A fakitermelést körülbelül 3 hét múlva fejezzük itt be. Ezt követően is maradt feladata az erdészeknek, március első heteiben a vágás maradványait takarítják, majd május elején gyökérszaggatást követően ültetik be fiatal akáccal a kitermelt területeket.